Ülésezett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. A Veszprém megyei polgármesterek részére tartottak tájékoztatást a közigazgatás átalakításával és a járási önkormányzati hivatalok együttműködésének erősítésével kapcsolatban. A Norvég Alap támogatásával létrejött úgynevezett Manorka projekt célja, hogyan válik megvalósíthatóvá a norvég példanyomán a hatékony önkormányzati együttműködés. A másik, szintén informatív jellegű, a 2014-20-as Európai Uniós fejlesztési időszakra való felkészülés segíti, tehát ebből a szempontból fontos, hogy most halljuk, hogy hol tart ebben az ügyben a miniszterelnökség, hol tart ebben az ügyben a megyei önkormányzat. A 2014 és 20 közötti Európai Uniós fejlesztések általános tájékoztatójára is sor került. Ugye jelenleg Magyarországon 10 operatív program az, amelyen keresztül uniós források érkeznek Magyarországra. Jelesül ezek a gazdaságfejlesztés, a közlekedés, a környezetvédelmi terület, a területfejlesztés, van egy speciális program a közép-magyarországi régió számára, a közszolgálatfejlesztési program, vidékfejlesztés, halászat, valamint a rászorulókat támogató operatív program. A Veszprém megyei önkormányzat alelnöke reményét fejezte ki, hogy a települési és településfejlesztési operatív programban szereplő ötletekből jó projektek jönnek létre. A megyei önkormányzat nagyon örül minden olyan rendezvénynek, amelynek az a célja, hogy a helyi polgármestereket, azokat a személyeket, akik érdeklődnek pályázati források iránt, azokat tájékoztatni tudjuk. Ezt a mai rendezvényt is egy ilyen rendezvénynek tartom, és nagyon örülök annak, hogy a minisztériumtól is itt van egy olyan szakember, aki a pályázatokról és a pályázati forrásokról konkrét, exakt válaszokat tud adni. Az uniós projektek első kiírásai várhatóan nyáron jelennek meg. 5 fő nemzeti fejlesztési prioritással, melyek között szerepel a gazdasági versenyképesség javítása, a foglalkoztatás és az energiaforrások hatékonyságának növelése, a társadalmi felzárkóztatás, valamint a helyi és térségi fejlesztés.